És akkor hamarosan indul a hamburger evő verseny. Jenő, mit láthatunk a tálakon? A két versenyző mivel fog megküzdeni? Hát a közönség kedvéért, a nézők kedvéért hagyd mondjam el, hogy egy gigaméretű hamburgert látunk, ami tömege 1 kg, amerikai fánkot, amerikai salátát, és hát egy emberes adag sült krumpli. Egyszerű azt hiszem ennek az elfogyasztása, de időkorlát nélkül fog zajlani, de egy órán belül kell teljesíteni. Szerintem ránézve a két döntőbe került versenyző, hiszen több száz ember indult volna, ugye ennyi hús meg nem állt rendelkezésre, úgyhogy a döntőbe így két ember jutott, és egy giga döntőt fogunk látni majd. Radics Rajmonddal beszélgetünk, te már túl vagy egy versenyen, és meg is nyerted a pizzaevő versenyt. Csináltál azóta helyet a hasadban? Igen, megpróbáltam egy kis légzőgyakorlatokkal lejjebb szorítani, és hát megpróbáljuk ezt megint minél gyorsabban elfogyasztani. És a döntőbe jutott másik versenyzőt is ismerjük meg. Boga Sándor. Te hogyan készültél? Hát, igazából sehogy. De előzetesen elmondtad, hogy reggel óta nem ettél semmit. Ettem egy szendvicset, ettem egész nap idáig. Szerintem menni fog. Akkor most már van hely? Van hely, bőven igen. Sok sikert nektek! Kedves nézőink, itt vagyunk a cél egyenesben, Radics Rajmond és Baga Sándor küzd, már csak kettő darab van hátra Rajmondnak, a szombatai Crushers támadó, kiváló támadó játékosának az utolsó darab, itt a finish, Radics Rajmond és Baga Sándor, óriási küzdelme, Rajmond megnyerte a pizzaevő versenyt is, és most óriási léptekkel haladt, hogy a hamburgerevő versenyt is megnyerje, és ebben a pillanatban győzött. Gratulálunk mindkettőtöknek. És akkor az első szó az előkelő második helyezést elért Baga Sándoré lesz. Sanyi, milyen volt az a verseny? Nagyon jó volt, minden rendben volt, csak hát kifogott rajtam sajnos. Úgy látom, hogy a hamburger fogott ki rajtad nagyon. Nem, nekem az volt a technikám, megmondom őszintén, hogy először leszek a hamburgerből, és a sült krumplit tartottam ki, vásnak letolom, de hát Nem sikerült sajnos. Azért finom volt, nyugtass meg. Volt persze, nagyon minden rendben finom. Jössz legközelebb? Persze, jövök mindenképpen. És mi alatt Rajmond lenyeri az utolsó falatokat, elmondjuk, hogy a szombathelyi Crushers ugye márciusban kezdi el a bajnokságot, ezt tudjuk Rajmondtól, aki 2019-ben a magyar-amerikai futballválogatott tagja is volt. Szóval óriási gratuláció le a kalappal előtted, hiszen a pizzaevő versenyt 3:24-jel teljesítetted. Most pedig nézzük az órát, mennyi volt. 43:17 a győzött Rajmond. Gratulálunk! Köszönöm szépen, elég kemény volt. Az ebbe is mindent beleadtam, hát... otthon ebbe döglés lesz. Este mi lesz a program, vacsora? Hát vacsora nem lesz, de ahogy mondtam, átjönnek a havadok, aztán sörözzünk egy nagyot. Hát még 5 sört be akarok vágni ezek után. Hogy mennyire fog azt sikerülni, arról majd legközelebb nyilatkozom. Ugye a versenyelőtt azt mondtad, hogy legközelebb jön az egész csapat, és mikor? Ezt le kell beszélnünk a többiekkel, meg a vezetőséggel, hogy készüljenek föl. Mert hát azért fejenként egy 2-3 pizzát azért be fogunk tolni. A csapatban van egyébként hasonlóan jó étkű játékostársad? Hát sok. Sok ilyen játékos társam van, úgyhogy fel kell kötni a kagyját itt az amerikánónak, ami megjelenünk. Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer nektek! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!